Az irodalom magányos műfaj, de 2011 óta tudjuk, hogy közösségi élményi is tehető. Mi 6. éve csináljuk a Margó Irodalmi Fesztivált. Ez ugye a kezdetek kezdetén egy 3 napos párprogramos esemény volt, ami évről évre nőtt nagyobbra és nagyobbra. Mi alapvetően a nyári június időszakban szervezzük a Margó Irodalmi Fesztivált, viszont tavaly elindítottuk az őszi kiadását is ennek, mert hogy ősszel nincsen nagykönyves és irodalmi esemény. Számunkra az a nagy dolog idén, hogy bekerültünk a Café Fesztivál partnerei közé, ami azt jelenti, hogy a Margó lett az irodalmi szegmens. A kafén belül így sokkal nagyobb területet kapott az irodalom. A fesztivál szervezői különösen fontosnak tartják a kezdőírók segítését. Ezért alapították a legjobb első prózakötetért járó Margó díjat, amelyet idén Milbacher Róbert, Szűz Mária jegyese című könyvéért vehetett át. A kötet egy meg nem nevezett magyar falu történeteit gyűjtötte össze, hol abszurd, hol humoros formában. A Margó Fesztiválnak kiemelt támogatója a Budapest fővárosa, és a Margó díj létrehozásában is fontos szerepet játszanak, és tavaly, amikor átadásra került a Margó díj, akkor előtte kitaláltuk közösen, hogy a főváros átad egy díjat a legjobb első prózakötetes szerzők közül egy fiatal tehetségnek. A Budapest a Fiatal Tehetségekért program külön díját idén Morsányi Bernadett kapta. Az írónő a Sehány éves kisfiú és más unalmas történetek című könyve egy egyedülálló bölcsészanya korántsem unalmas életét mutatja be. Tavaly decemberben indult el a margó.fm, hallgas, olvasó, hangos könyv applikáció, amely izgalmas témákkal, neves szerzőkkel és színészekkel igyekszik népszerűsíteni az irodalmat. Szintén a fővárossal közös együttműködésünknek a gyermeke. Mindig van egy adott téma. Például volt az ünnep, volt a foci, nyilván a Margó is egy téma, volt a színházak éjszakájához kapcsolódóan a színház és az irodalom viszonya, tehát sok izgalmas téma van, ezek rendszeresen frissülnek, ingyenesen elérhetőek, és reméljük, hogy minél többen hallgatják majd ezt a BKV-n, amikor utaznak a metrón. Az 5 napos rendezvényen számos magyar kötet és külföldi szerző mutatkozott be. Beszélgetéseket, koncerteket és gyerekprogramokat is szerveztek. 55 program, 30 dedikálás, 100 szerző, 150 friss megjelenés. Ez volt az idei Margó számokban. Mindig is hangsúlyos volt a Margó szempontjából, hogy próbáljuk a fiatalokat bevonni az irodalom és olvasás szeretetébe, viszont ezt nem görcsösen tesszük, tehát nem az a kifejezett célunk, hogy fiatalok látogassák az eseményeinket, hanem mi megpróbálunk egy olyan minőséget képviselni, ami sokféle embert megszólít. Azt látjuk, hogy azáltal, hogy máshogy közelítünk az irodalomhoz, mint eseményhez, ezzel sikeresen be lehet vonzani a 16-tól, nem tudom, 25 éves korosztály közötti tömegeket is, ami számunkra fontos és komoly dolog.